tudjátok, a szeretet az nem fogy, hanem minél többet adsz a szeretetedből, annál több van. Néhány bátorító mondat és rövid eligazítást követően kezdődött el a munka pénteken a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban. A Szent Miklós iskola 7-es, 8-os diákjai tették rendbe a templomot kívülről, belülről. Ott, aki porszívózott a lányok közül, más a padokat, kilincseket, üvegfelületeket és a padlót tisztította, fertőtlenítette a 72 óra kompromisszum nélkül című önkéntes akció keretében. A kezdeményezést a három történelmi egyház szervezésében rendezik meg évről évre, több vagy hat mottóval. Október 2. hétvégéjén vállalkozó szellemű fiatalok csoportjai országszerte arra szánják három napjukat, hogy másoknak segítsenek. A járványhelyzet miatt idén kevesebben, de még így is 6000-en jelentkeztek, a megyében pedig 1300-an kapcsolódtak be a programba csütörtöktől szombatig. Leginkább középiskolások és általános iskolások vesznek részt ezen az eseményen. Ugye leginkább idősek otthonában időseknek műsorral kedveskednek, ugye most a vírushelyzet miatt ajándékokat készítenek és azokat küldik be. Ugye templomokat takarítanak, parkot rendeznek, éppenséggel felújítanak egy játszóteret, most Tuzséron filagóriát is fognak építeni a gyerekek. Nyíregyházán a templomkertben is zajlott a munka, a fiúk faleveleket gerebjéztek, sepertek, és a fűnyíró is előkerült. A Szent Miklós iskola már több éve bevonja diákjait a nemzetközi akcióba, azzal a céllal, hogy megmutassák nekik nem csak kapni jó, hanem adni is. Ott, hogy idősekhez látogattak el műsort adva nekik, máskor temetőben tettek rendbe elhanyagolt sírokat. Idén nagyjából annyian csatlakoztak, mint a korábbi években. Van, aki tényleg önként jött, de nagyon sok fiatalt azért motiválnunk is kellett, viszont azt kihangsúlyozva, hogy ez mindig ingyenes. Tehát amikor az ember önkénteskedik, akkor azt ne valamiért tegye, hanem csupán a segítő jó szándékból. És úgy gondolom, hogy az elején mindig nehezen mozdulnak ki a fiatalok, viszont amikor kész vagyunk, akkor tényleg az az öröm van, hogy Csaba atya, ez nagyon jó ötlet volt, hogy eljöttünk. Úgyhogy én magam is ezért érzem, személyes motivációm is az, hogy egy kicsit a fiatalokat ilyen téren is érzem. Érzékenyítsük, illetve növeljük és neveljük. Ez a fiatal egyből igent mondott, amikor tudomást szerzett az önkéntes lehetőségről. Azért jó, mert igazából ide járok minden nap, minden vasárnap, és jó, egy kicsit tudok adni, így vissza. Hogy amit kapok, azt vissza is tudom adni, így egy kicsit. A tanulók közül többen először vettek részt életükben önkéntes akcióban. Igazából nem volt még ilyen berészem, de mikor ezt meghallottam Csaba atyától, akkor egyből igen mondtam, mivel hogy szeretek segíteni másoknak örömet nyújtani, és hogy mivel hogy én is ugye ezeket kapom vissza ettől a Szent Miklós iskolától, ezért gondoltam, hogy én is miért ne zártnék bele egy pluszt. A fiatalok bár önként is ingyen végezték munkájukat, a feladatok elvégzését követően kisebb ajándékban részesültek.